Nem annyira súlyos a sérülése, a keresztalak szakadást megúszta az MB2-es vasas futballcsapatának 40 felé balagó kapusa, német Gábor, aki 2015 nyaráig hosszabbított, ahogy emlékszünk, ám saját nagyvonalú kérésére klubja idén felülbírálhatja majd a kontraktust. Mellette fiatal hálóörök sorra készül a Fáj utcában, az új edző Szanyó Károly alatt, viszont ő lett az első számú választás leghátul megint. Vele beszélgettünk tavaszról és piroskék tervekről. Hát egy megnyugtató tulajdonos váltás után, jó reggelt kívánok Sziaurából, Jó fogalmaztam a te szemszögedből, megnyugtató tulajdonos váltás. Igen, abszolút, abszolút. Ahogy Ámbor úrreg betették szint a lábukat a, a fáj utcába, egyből szinte minden rendeződött. Uh -huh. Ez egy abszolút pozitív dolog. Hogy van a lábad? Köszönöm szépen <laughs> alakulgat. Szerencsére tényleg nem volt egy annyira súlyos sérülés, mint amire először gondoltunk, hiszen az első diagnózis az volt, hogy kereszt szakadás ami nem igazán lett volna jó, mert az egy, egy 6-7 hónap lett volna. Viszonylag szerencsére csak a vádlim szakadt el. Úgyhogy uh -huh. ez, ez egy kicsivel rövidebb, tehát ez egy ilyen 5-6 hetes kihagyás lesz csak. És akkor rövidesen elkezdheted minimálisan az edzéseket? Igen, igen, már mozgok most is, de ez, ez még nagyon messze van attól az igazi kapus mozgástól talán jövő héten. Mm -hmm. jövő héten már érkeztetem. Na, a sérülés olyan nincs, hogy bármikor jókor vagy jönne, van, amikor a rosszabbnál is rosszabbul jön, ilyen szempontból, téged mikor kapottál? Hát ez egy két hete volt éppen, illetve három hete volt egy Sopron elleni mérkőzésen, nem biztos, hogy túl jókor jött, ugyanis, ugyanis éppen a csapat is nyerő szériában volt, úgyhogy most ebből a csapatból kikerülni lehet, hogy a visszakerülés sokkal nehezebb lesz. A eh, lassan lejár a határidő, amit az Egyesületnek adtál. Szerinted mi lesz a válaszok, meg vannak elégedve veled? Hát az elsődleges véleménye, amikinek azt mondja, hogy igen, Mikor, mielőtt megsérültem, pont azon a héten voltam bent egy beszélgetésen a Vancsa Mikinél, és, ő azt, és kérdeztem, hogy hát akkor, vagy mondtam neki, hogy üljünk le, és akkor beszéljük meg, hogy nyártól hogy alá. Azt mondta, hogy hát figyelj, most mi, mi nyártól, mi van? Hát, mondom, hát a, tudod, hát a szerződés, meg minden tavasos játékos, vagy ennyi volt. Úgyhogy, illetve az, amikor megsérültem, Miki volt szint az első, aki felhívott, hogy, hogy most nem foglalkozzak semmivel, hanem elősődleges legyen az, hogy a, hogy a lábam meggyógyuljon, és utána majd, majd beszélgessünk. Hát akkor a dolog jelenleg járása szerint el fogsz 40 éves múlni, és a születésnapodon a vasas játékosa leszel. Sőt, mit ha minden jól megy, akkor lehet, hogy egy, legalábbis az a célatok, nem? Tehát egy, egy feljutás elünneplő csapatban lesz. Igen, igen, nem lenne egy, egy csúnya jubileum, ugyanis hát nekem május 21-én van a születésnapom, igen. és hát ha a jövőre minden összejön, akkor remélem a születésnapomat már egy feljutással tudnám ünnepelni. E, az, hogy egyébként a, a tulajdonosváltás előtt a, a, korábbi edzőnek mi volt a véleménye rólad, vagy volt-e valami baja veled erről, erről ti annak idén beszélgetetek még a külföldi mesterre? Nem, nem, nem. E, nagyon érdekes történet volt ez is. Engem a Tóth volt fel nyáron, hogy hát szeretne megnézni a külföldi edzőt. Szeretne megnézni. Ez egy kicsit úgy furcsa volt, hiszen azért, azért én most már 10x éve benne vagyok a sportban, és és hogy hát hogyha, ha annyira érdekel valakit, akkor azért utána lehet nézni. Ő azt mondta, hogy hát ő egy külföldi edző, nem, ő nem nagyon ismerte akkor a, a magyar játékosokat, úgyhogy jöjjek el egy prób, úgymond próbajátékra. Viszont már az első edzés után mondta, hogy hát ő nagyon szeretné, hogyha ide, ideigazolnék, úgyhogy ez egy elég rövid kis próbajáték volt. Uh -huh. Na most ezek után? Hát ezek után én védtem nála rendszeresen, szintén egy sérülés miatt kerültem ki a csapatból, nem mondott soha semmit. Tehát hmm. ő nem mondta azt, hogy megvan velem elégedve, nem mondta azt, hogy hogy hát lehetnék jobb is. Igazából egy, egy elég zárkózott ember volt ilyen szempontból. Na most ilyen szempontból egyébként számodra te, mint sportember, mint kapus jobban örülsz, amikor van folyamatos visszajelzés, adott esetben az is azt mondják, hogy Figyelj, ezen meg ezen javítani kéne, nem ez nincs -e rendben? Igen, természetesen. Azért az embert tényleg, hogyha ha, ha negatív kritika is éri, az, abból is tud tanulni, de, de amikor semmit nem mondanak neki, akkor azért egy kicsit úgy bizonytalan, hogy most akkor jót csináltam, vagy rosszat -e csináltam éppen. Uh -huh. Na most uh, ugye Szanyó karcsinál csinál, uh, ismét lehet mondani, hogy te vagy az első számú kapus, igaz? Hát uh, úgy, ah, indult, ha majd, úgy indult, Ha nem vagy igen, sérült, igen. 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 Hát most ugye április közepétől Hermány Bence nevével kezdődik az összeállítás, amint erre utaltál, valószínűleg amint megjöjjősz, itt komoly rivalizálás lehet. Igen, igen, Bence nagyon-nagyon jól vét. Tehát ezt el is kell ismerni, ahogy beszállt, ő nagyon-nagyon profi játékos, hiszen tényleg úgy készül akár az edzéseken, akár a, a, a mérkőzések előtt, hogy egy, egy profi játékosnak kell, illetve tényleg valóban egy nagyon tehetséges kapusról beszélünk, ez, ez, hogy ha felépülök és, és tényleg versenyhelyzet lesz, hát a karcséknak a kompetenciája eldönteni azt, hogy, hogy melyikünk védjen. Egyébként nem csak Bence, mert van még két fiatal kapus is a keretbe, az sem kizárt, hogy ezek a srácok akár tudnának tőled is sokat tanulni. Igen, van még két fiatal kapus, valóban egy 18, illetve egy 20 éves fiú van még a keretbe. Én úgy érzem, úgy érzem hogy, hogy ha, ha, valamit mondok nekik, illetve próbálom segíteni őket, ezt, azt teljesen meghallgatják, és, és hát a bíró szerint nagyon sokat tanulhatnak tőlem. Uh -huh. Ez akkor lehet, hogy, hogy hosszú távon is, majd amikor már egyszer nem fogsz védeni, nem, nem, holnap lesz, akkor is megvan a kapus kérdés a vasasnál. Igen, igen, igen. Mind a három fiú nagyon tehetséges játékos, úgyhogy, úgyhogy szerintem hosszú távra megoldódott a kérdés. De maradjunk a jelennél, ennél a tavasznál. Ezt a tavaszt, hát te tudjuk, ez, ez a kulturális váltás miatt olyan átmeneti évlet számatokra, hiszen nem beszélhettek a, az áhított célról, a feljutásról, a hektikus állapotok miatt. Na de hogyan sikerült mégiscsak ez a tavasz idáig szerinted? Az elsődleges cél az volt, hogy, hogy fixen maradjunk bent a másodosztályba. Azóta viszont egy kicsit úgy, 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 úgy hát mindenkinek az étvágya Megjött, hiszen ha szerencsésen alakulnak még az eredmények, akkor még egy, egy bronzéremhez is oda juthatunk, ami azt hiszem a, az őszi szereplés után egy egy óriási bravúrnak számítana. A Karcséknek az elsődleges szempont az volt, hogy minél több mérkőzést próbáljunk megnyerni, illetve a, az, hogy, hogy minél több fiatal játékost beépítsen, ez, ez szerintem abszolút sikerült. Te hogyan látod Szanyó Karcsi edzői filozófiáját, azt a azt a stílust, meg egyáltalán azt az egész elképzelésrendszert, amit a vasos nem akar veletek valósítani. Teljesen jó. Tehát ő, ő ahogy, ahogy, nyilatkozta és megnézte, hogy a keret mire alkalmas, és szerintem a keretünk egy, egy bátor támadó játékra teljesen alkalmas, és, és tényleg ezt is próbálja megvalósítani. Eddig úgy érzem, hogy, hogy az eredmények őt igazolják. Uh -huh. Ha minden úgy alakul, amiről beszéltünk, és jövőre, amikor már cél lesz az nb való visszajutás, akkor ezt a bizonyos 40. születésnapot mondjuk egy feljutással ünnepelhetnéd, akkor, akkor állíthatjuk-e azt, hogy még az is benned van, hogy újra nb es kapus leszel? Amint, hogy ez voltál -e már jó néhányszor. Hát jól néhány ez elég távlati dolog még, de, de de hogyha úgy érzem, hogy, hogy még tudok segíteni, illetve szükség van rám, akkor, akkor állok elébe. Ha nem, akkor, akkor köszönöm szépen, félreállok. Én úgy érzem, hogy azért a pályafutásom elég kerek volt. Mondjuk ezzel a történettel viszont, ezzel a feljutással viszont tényleg meg tudnám koronázni az egészet. Hát akkor az nem kérdés, hogy ha te újra mb 1 es kapus leszel, akkor az igencsak a vasasban lehetséges, a haladásban már kevésbé. Igen, igen, igen. Ahogy ö, múltkor is beszéltünk róla, én valószínű, hogy itt fogom befejezni a vasasba a pályafutásomat. Remélem nem 1 es kapusként. Mm, és akkor utána is foci? Mit gondolsz? Ha ö... már az ember ilyenkor gondol arra, hogy mi lesz utána? Valószínű, valószínű, hogy igen. Hát ö, még azért én, én szeretnék levezetni, hát ö, valószínű, hogy Ausztria lesz belőle, hiszen, hiszen mi Szombathely környékén lakunk, ami, amihez azért elég közel van ez az osztrák dolog. Még egy pár évet azért szeretnék játszani kint is. Világos. Nézzük egy pillanatra még a végén a Bajnokok Ligáját, mert, mert ott van a kedvenc csapatod, ha jól tudom, a Bayern, Igen, Bayern a kedvenc, kedvenc csapatod. De akkor ezek szerint uh, Noé az egyik legjobb kapusnak is? Hát uh... Az egyik legjobbnak, igen. igen. Az én szememben én, én nagyon szerettem Péter Péter Nekem ő volt, ő volt az egyik top, illetve Van der Sar, de, de Noyer is egy, egy, kiváló kapus. Akkor talán a Manchester szerint lehet ide a másik kedvenc csapatod, nem? Annyira nem, annyira uh -huh. nem. Nem, Csak nem a kapusokat nem. Csak a kapusokat, igen, igen. Szerinted a kedvenc csapatod a Bayern finalista lesz? Én bízom benne. Bízom benne, hiszen azt hiszem az öltözőbe kapnék elég szépen, mert én végig azt mondtam, hogy simán megnyerik ezt a bajnokok ligáját. Hát ha nem így sikerül, azt hiszem, akkor azért a csapattársaim egy kicsit oda fognak szurkálni. Úgyhogy ezért is kénytelennek a döntővé és ott kivel fognak játszani szerinted? Hát ez, 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 ez érdekes lesz, de szerintem szerintem Chelsea. Valahogy ezt a chelsea ezt mindenki oda látja, valószínűleg Mourinho miatt, hát meglátjuk, Igen. meglátjuk. Hát akkor én jó felépülést, meg aztán hajrá Gábor, köszönöm szépen, hogy itt Köszönöm voltál. szépen, én is.